szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket innen a Hatos csatorna stúdiójából. Hír érték című műsorunkat látják, és ha lehet legeket használni, akkor most valóban ennek a legnek van helye, szerepe, sőt ideje is. Talán az egyik legszebb, legméltóbb estére invitálom most önöket, hisz olyan történelmi hangulatot igyekszünk itt most önök elé tárni, amely a magyar nemzet érdekében, az alapjait illetően, okokkal, indokokkal együtt igaz. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a magyar társadalomban, egész Kárpát-medencét érintő magyar közösségekben legyen újra nem csak a szóhasználattal értendő közönség, hanem tartalmába legyen igazi, alkotó közösség, ahogy azt annak idején, a maga idejében Gróf Széchenyi István megálmodta, és ennek azonnal 1827-ben megteremtette a maga territóriumát, az úgynevezett Széchenyi kaszinó, illetve nemzeti kaszinó, ahogy most már mi évek óta, évtizedek óta ezt a történelemből is ismerjük, nemzeti kaszinó. Mi is volt ennek a lényege? Hogy a haladó értelmiséget, a polgárságot összehozza, hogy a nemzet jobbítása érdekében tenni tudjanak. Én főhajtó tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, aki a Nagyváradréti Református Egyházközösség vezetője, és a Partcímy Keresztény Egyetem nagyváradi illetőségű, Partcímy Keresztény Egyetem szenátusának az elnöke, teológus, tanár, lelkész, és édesapaként is kérem, olyan fantasztikus minőséget tud hozni hallgatóinak, gyülekezetének lelkébe, szívébe, amely általa is egy új tervet tudott megvalósítani, és ez nem más, mint a Nagyváradon létrehozandó Széchenyi szalon, és majd, ha ez fejlődik, Széchenyi kaszinó. Tanár úr, kedves lelkész úr, hát akkor áldás békesség. Nagyon tisztelettel köszöntöm itt önt, és kérem szépen, beszéljen arról nekünk, tanárként és magánemberként is, a magyar történelemért és nagyon jeles városunkban, ami történelmi, irodalmi városunk Nagyvárad. Megálmodik egy gyönyörű, szép, egyszerűen helyi közösséget megérdemlő bázist, ami fölveszi majd a Széchenyi által megálmodott, de a mai időszakban létrehozandó találkozó teret, társadalmasul teret, a szalont. Parancsolja. Először is köszöntöm szeretettel a Hatos csatorna nézőit, közelben és távolban egyaránt. Köszönöm a lehetőséget, hogy megnyilatkozhatok itt is, ezen a helyen. És talán egy olyan dologról beszélgethetünk, ami tulajdonképpen most van születőben. Nagyvárad. Nagyvárad ugye mindig egy sajátos helye volt az egész Kárpát-medencének. Ugye mindig kapuszerepet töltött be keleti és nyugat között. És talán Váradról, akár keletet, akár a keleti részt, akár a nyugati részt mindig sajátságosabban lehetett megérteni. A mai időben, a mai világban egy nagyon sajátos helyzetbe került Várad is, Partcium is, hiszen a különböző pártpolitikák az elmúlt 20-23 esztendőben kissé széttöröttek bennünket. Az utóbbi időben egyre többször fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy feltétlenül szükség van egy olyan helyre, egy olyan alkalomra, egy olyan fórumra, egy olyan összegyülekezési helyre, az elmesurlódásnak, ahogy Széchenyi mondja, egy olyan helyére és alkalmára, ahol tényleg az egyszerű embertől kezdve az értelmiségig, a tehetős vállalkozóig, akár a politikusig, aki nem pártpolitikai színekben gondolkodik, hanem nemzetben elsősorban és keresztényként, vagy fordítva, keresztényként és nemzetben, annak legyen lehetősége leülni a másik mellé. Ott, ahol nincsenek olyan érdekek, amelyek esetleg más irányba terelnék el, ezeket a legfontosabb szempontokat, ezt a kettős pillért, a kereszténységünket és a nemzeti mi voltunkat. Ott, ahol lehet beszélgetni, ott, ahol lehet vitatkozni,
ott, ahol önzetlenül asztalra lehet tenni a gondolatokat, az érzéseket, a célokat. Nyilván mindezt azért, mert valamit tenni szeretnénk azért a közösségért, amely, bár tudjuk mi magunk is, hogy mintha most fogyna, de ezzel együtt pontosan ezért kell tennünk, ezért a közösségért, hogy épüljön és ne fogjon. Említettem, hogy az önben megfogalmazódott nem ez cél, mert valóban az okok és az indokok ma érintettek, ahogy elmondta ön is a saját olvasatában. Igenis, meg kell tanulni együtt élni, meg kell tanulni az egymás tiszteletét, talán a lelkületét is, de nem szabad valamit föladni, ami a mi magyarságunkat jelenti. Egyetértek önnel, ez nem pártpolitikai kérdés. Ez a civil embernek, aki úgy érzi, hogy az anyanyelve, az oda kötődésének minden minősége parancsszóként áll, és parancsszóként kell, hogy őt magát motiválja, hogy ezért érdemes tenni, és tennie kell. Hogyha valóban meg tud valósulni majd ez az ön segítségével, és remélem, hogy nagyon sok ehhez majd hozzá az önmaga a tudását, bármi területen is fellelhető lehetőségét, hogy létrejöjjön a helye is, de egyelőre az eszmeisége annak, hogy legyen egy ilyen szalon, ez valami hihetetlen nagy csoda lenne. Hisz közösségek teremtődnek, de ezek a közösségek időnként nagyon hamar fel is bomlanak, mert talán nincs stabil helyük, nincs stabil vezető, kellenek valakik, akik ezt az irányt megadják, segítik az alapot az iránynak megfelelően és adott időben létrehozni. Tanárként, teológusként, nem is tudnék, ráadásul fiatal emberként találni ilyen egyéniséget, nem csak személyiséget, egyéniséget, mint ön, aki ezt a szűkebb és tágabb környezetében elindítani tudja. Várad egyébként is kiemelt szerepet adott nekünk történelmi mi voltában. Nem feltétlen most Szent Lászlótól kell bár kiemelendő, de azért a közelmúltban is volt néhány olyan esemény, ami a Trianon utáni időkben is meghatározta, hogy alkotó közösségek szerveződjenek. És azért a korosztályok, hála jó Istennek, még úgy élnek, hogy lehet tőlük tanulni. Ön munkáiban, könyveiben, amire majd későbbiekben szeretnék rátérni, mind-mind azt nézi, hogy Erdély földrajzi területein élő népek lelkülete miben más, és miért mégis alkot egységet? Miért fontos a hit? Miért fontos a hittel együtt a tudás, aminek egy tanárembernek, egy lelkésznek oroszlán részt kell, hogy felvállaljon? Kik a partnerek? És mindig visszatérek, kérem oda, hogy megszületik egy ilyen gondolat, hogy egy alkotószalon létrehozása, egy nemzeti alkotószalon létrehozása, ami, mondom, a kaszinó elnevezésétől, mint nemzeti kaszinó annak idején, meg fog felelni. Ez nagyon sok munkát igényel. Az ön életében nagyon sokat jelent, de erre születni is kell a szervezés. A saját gyülekezetében is olyan eredményeket ért el kisgyermekeknek, szülőknek egyaránt, ugye ez a Csillagocska Alapítvány egy picit majd térjen erre ki, arról meg nem beszélve, hogy egyéb hozzáigazódó, nagyon szép, felnőtt embereket is a minőség jegyében csoportosító, ahogy tetszik, alkotó műhelyt hozott létre. Legyen ez az asszonykóros, a váradi dalnokok kórusa, az egyetemen belül alkotó tanárok szövetségének a megalakítása. Ez mind-mind próbatétel, de ahogy önről az egyik teológus tanára, dr. Gál Botond professzor úr nyilatkozott, mandátumos küldetésnek érzi. Erről beszéljen. Nagyon fontos. Igen. Szívesen beszélnék erről is, de egy picit lapozzunk még vissza az előbbiekre. Attól elhangzott egy gondolat, hogy hát ez csoda. Én azt mondanám, hogy csoda ott van, ahol jelen van a mi hitünk és meggyőződésünk szerint Jézus Krisztus, hiszen ő maga a csoda, és ahol ő megjelenik, ott csoda történhet. Hát ezt csak kérhetjük. Ezt csak remélhetjük, hogy ő mindig legyen velünk, és ő maga adja áldását tetteinkre, elgondolásainkra, elképzeléseinkre, és akkor valóra várhatik bármi. De csak akkor, ha ő jelen van, ha ő a jóváhagyását adja erre. Csillagocska Alapítvány az a nagyváradréti egyház községnek a
szülötte a gyermeke, akkor amikor 13-14 évvel ezelőtt oda kerültem az egyházközségbe, akkor szinte megürült a nagy gyülekezet, mert ugye a megfiatalodó új városrészbe költözik szinte a gyülekezet nagyobbik része, és akkor feltevődik a kérdés, hogy hát akkor mi legyen, mit tegyünk. És akkor fogalmazódott meg a gondolat, nincs más lehetőség, mint előre kell menekülni, és az embernek csak így lehet egyáltalán eredményt elérni, hogyha vállalja, hogy szembe megy az életért, az élettel. És akkor zeneóvodát hoztunk létre néhány gyermekkel. Zeneóvodából aztán megszületett egy néptánc mozgalom. Ma már 70-80, 100-200 gyermek működik a templom alaksorába, amelyiknek, Istennek hála, most egy új épületet is elkezdtünk építeni, és reméljük, hogy külön is tudjuk választani. Aztán nyilván a korábbi helyen ott másfajta zenei, hangszeres és énekes képzést fogunk tovább művelni. Viszont ebből kinőttek különböző kórusok, elsősorban a szülőkórusa, váradi dalnokok, asszonykórus, úgy, ahogy az előbbiekben hallottuk. Ez csak részben az én munkám. Ez annak köszönhető, hogy sikerült megtalálni azokat a nagyszerű kulcsembereket, akik tényleg az egyházközség és az alapítvány keretében tevékenykednek, amelyet most nem akarok felsorolni, van 8-10 olyan ember, akik lelkiismeretesek, akik tudják, hogy mit tesznek, másfelől pedig szakmailag nagyon jól képzettek. Talán én ma már nem is igazán kell ott tegyek ebben a csapatban szinte semmit, mert a csapat, ha úgy vesszük, magától működik, mert tudja a maga dolgát, a maga helyét és a maga feladatát ott a nagyváradréti összefüggésben. Nyilván a Csillagocska egy sajátos szellemiséget is kezdett megtermékenyíteni maga körül, és ez azért érződik Nagyvárad szerte, vagy éppen Párcium szerte, és ez a szellem lassan kikövetelte a maga helyét, megkövetelte a maga helyét, szerepét ott Nagyváradon. Pálfi úr, gyönyörűen fogalmazott egy beszélgetésünk alkalmával, amikor arról próbáltam faggatni, kérdezni. Mégis, amikor az ember eljut abban az életkorban, hogy pályát választ, hivatást is megjelölt. De ez annyira természetesen hangzott öntől, és annyira érződött rajta, hogy ezen évek óta igenis képezte magát, a lelkét edzett, a gondolatát, mert a mondat egészen pontosan úgy szólt. Én elhatároztam, hogy élethivatást választok. Nem világmegváltást, mert azt már valaki megtette. Ez alkotói szerénységre utal, és arra, amivel nagyon sok azonosság van a széchenyi mentalitást, illetően ön között. Széchenyi vallásos emberként mindig elmondta naplójában is leírva, megyek a templomban, hogy az Isten világosítsa meg elmémet. Önnek is volt egy ilyen csodálatos gondolat, egy riportot ismerve, hogy Istenre hagyatkozom. De ebben a hagyatkozásra idézőjelbe ítélt magatartás formában és módban benne van egy akarat jobbítani a környezetét. Most ezt az egyetemen is meg kell, hogy tegye. Korábbi rektori tanács elnökének a minőségében erre már volt úgymond nagy próbatétel, és most a szenátus tanácsának, a szenátus elnökeként, meg különösen olyan döntési helyzetbe hozta az élet, hogy most valóban mind a tanárok, mind a diákok felé valami egészen tényleg a hitre is hagyatkozó, de nagyon-nagyon kemény munkát kell, hogy végezzem. A Párciumi Egyetem kivételes helyzetben van, hisz akkreditált egyetem, bővülő egyetem, és én nagyon remélem, hogy döntően elsősorban a helyi közösségek fognak ott majd a fiataloknak a szülők oldaláról a posztgraduált képzésben is helyet, szerepet találni, mert azért itt is megvan egy bizonyos mentalitás, ami csak és igazából bent kezelhető a bent élő embernek. Hogy
külföldről is, vagy határon túl is vár az egyetem hallgatókat, ez egy nagyon dicsérendő dolog. De nekünk nagyon sok mindent meg kell elsősorban belül erősíteni. Ebben a feladatban bizonyára segíti önt az az elért eredmény, hogy itt 2011-ben már szabályosan a Magyar Tudományos Akadémia által adható, mint külső tanácsadó és külső szervezetének a tagja, azért a tudományos állampolgárságot is elnyerte. Ez egy nagyon kivételes terület, óriási felelősséggel is. Itt most, hogy a munkáiban is a Keresztény Magyar Egyetem jövőre Erdélyben nem csak egy könyv címét viseli, hanem a tartalmát kell megoldja. Hát most itt a feladat. Meddig jutott el? Mi a teendő? Igen, hát a Partiumi Keresztény Egyetem, én azért nyomatékosítanám a keresztény szót is, hiszen tényleg a Királyhágó melléki református egyház kerület szülte annak idején, 1990-91-ben rögtön a fordulatot követően, és hát soha nem állt ki mögüle, és ebben elvitathatatlan szerepe van Tőkés Lászlónak, az egykori püspöknek, aki mai napig is az egyetemnek az elnöke is, markánsan kiállt, és kiállt tényleg az egyetem ügyéért. Az egyetem számunkra egy küldetés, egy nagyon fontos dolog. A tudomány az, amit elkezdtünk művelgetni, nem csak én, hanem nagyon sokan ott a Partiumi Keresztény Egyetemen, az egy nagyon megtisztelő és nagyon magas lábakon álló asztal, ami mellé kezdünk oda kuporodni, és talán lassan-lassan már a lábainak a közép részéhez kezdünk felírni. A tudomány egy nagyon nagy dolog, próbálunk hozzá felnőni. És nyilván az, amit ránk bízott a teremtő és a gondviselő Isten ebben a mi időnkben, az az, hogy lelkiismeretesen végezzük ezt a munkát. Megtaláljuk Partiumnak, elsősorban Partiumnak azt a fiatal magyar rétegét, aki nem akar elmenni, vagy nem tudja hova menjen, vagy esetleg nem lehet neki máshova menni, valamilyen más okok miatt. Nyilván elsőrenden az a célunk, hogy az alsóbb szintről egy középszintre, a középszintről pedig egy magasabb szintre próbáljuk ezt a fiatal érdeklődő, vagy kereső, vagy éppen tanácstalan réteget felhozni. A tudomány mellett nyilván számunkra fontos a keresztény jelleg és a keresztény szellemiség, amit próbálunk itt-ott becsöpögtetni azokba a fejekbe, akik úgy lesznek meggyőződésem szerint kiművelt emberfők, hogyha valódi lelkiség áll, vagy valódi lelkiséget is kapnak mögötte. Pál Fiúr, nagyon tisztelettel köszönöm ezt a szó szerint feladatra orientált programot. De a nagyváradi tervezett Széchenyi szalon, majdan kaszinó, remélem, hogy kitárja kapuját az egyetemen tanuló fiatalok között, kitárja kapuját az érdeklődő felnőttek között, és teret nyer annak az elviségnek, hogy az ember az irodalmat, történelmet a modern korban úgy élje meg, hogy a hazafiság érzése, a haza szeretet tisztelete, egymás iránti tisztelete az embereknek fejlődjék. Ezt a fejlődést mindig, ahogy ön megfogalmazta, a maga történelmi idejében Nagyvárad mindig teljesítette, kapuként is. Ez a kapu egy időre bezárult, aztán nyikorogva kezdett valamennyire nyitni, és most az ember szeretné azt, hogy teljes mértékig ez a nyitott kapuval várják az embereket az egyetemre és a szalóra. Én, kedves nézőink, ezen a fórumon is tisztelettel kérem mindazon embertársainkat, itthon is Nagyváradon, vagy éppen a határokon túl. Kapcsolódjanak be ebbe a gyönyörű, szép és követendő példakép ízű cselekvésben, hisz mindenhol először a helyi közösségeket kell erősíteni, most éppen ezt kezdeményezi a nagyváradi Széchenyi szalon. Itt most már vezetőjeként is kitüntetett Pálffy József úr, és én nagyon szeretném, hogy ezt megjegyeznék, és a szent akarattal közvetítenék.
ne felejtsük el, hogy nekünk nagyon fontos tudni, hogy az egyháznak milyen szerepe van az oktatásban, ha kiemelten saját hitünket, illetően a református egyháznak az oktatásban, mert kiművelt ember föl nélkül soha nem lesz semmi. A haladó művelt polgárokért állt ki Széchenyi, de a 48-as időszak reformkorának óriási sok gondolkodó is. Pedig most is vannak gondolkodók, csak össze kell fognunk. Pálffy József úr, én arra kérem önt, hogy néhány gondolatban, hívó szóval fejezze ki ezt az elvárást, hogy érdemes, kell összefognunk Nagyváradon. És egyúttal köszöntöm önt úgy is, ezen a fórumon is, mint aki Széchenyi István születésnapjának közelgő évfordulóin átvehette a Széchenyi Társaságtól a Széchenyi Társaság díját és oklevelét munkásságáért, és azért, amit még a jövőben is tenni fog, de döntően, amit már megtett, Isten értesse önt, és tisztelettel köszöntöm, parancsoljon. Hát először is a Széchenyi díjjal kapcsolatban mondanám el, hogy számomra nagy meglepetés volt, és talán méltatlannak is éreztem magamat ehhez. Viszont köszönöm mindazoknak, akik tényleg emellé álltak, és ezt erre méltónak tartottak. Amit Széchenyi Társasággal kapcsolatban és a kaszinóval mondanék, az ott van Széchenyi gondolataiban, üzenetében, amit tulajdonképpen az 1920-as esztendőket követően, amikor lekapcsolták azt a területet, amelyiknek én is szülötte vagyok, a párciumot, az akkori püspök, Súlyog István püspök megfogalmazott, hogy nekünk életre kell, előre kell menekülni, és az életet kell választani. Ezért pedig egy új társaságot kell létrehozni, egy új kerületet. Ekkor született meg a Királyhágó mellék, és ebből született meg egy teljesen új valóság, amelyik bemerte vállalni minden ellenhang ellenére azt, hogy vállalni, lehet vállalni a dolgokat. Hát ennek hitében, szellemében, tudatában kell nekünk vállalni most, ebben a mi időnkben is azt, amit ránk bíznak. Akár a kaszinót, akár a Széchenyi Társaság, akár a Nagyváradi Széchenyi Szalon. Így van. Majd kaszinó megalakítását. Pontosan. Én nagyon tisztelettel köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és engedje meg, hogy az ön gondolataira Márai Sándor a Te akaratod című versének utolsó két verszakával próbáljak kapcsolódni, ehhez idézendően hozzájárulni. Minden léleknek csak egy útja van, és csak ezen az egy úton mehet, és nem lépheti által önmagát, és öntörvénye ellen nem tehet. Bizonnyal minden úgy van jól, ahogy van, és ez az eszme megnyugvást is ad, ki sorsával vív, alája kerül, és győz, kinéki megadja magát. Ez a megadás a mi esetünkben, és ahogy reményik üzente, igenis, ha Jóisten feladatot adott nekünk, akkor ezt végig kell venni. Sok erőt kívánok önnek, sok jó partnert, Isten értesse. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves nézőink, remélem a beharangozott hírérték legje ezúttal is megvalósult, ezúttal nagyon is megvalósult, és kérem a követésüket. Viszontlátásra jövő héten.